Szép estét kívánok, péntek este 6 óra van, ez pedig itt a Gyöngyös Ma közéleti műsorunk. A mai műsorunkban arról lesz szó elsőként, hogy egy héttel ezelőtt megtartotta elnökségi ülését a Mátrai Hegyközségi Tanács, és 5 évre Nyilas Ilona lett az elnöke, újra női kezekben a Hegyközségi Tanács. Köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Én is köszöntöm Önt is, és a kedves nézőket is. 3 generációs szőlész család már ez a Nyilas család. Ugye ismerjük az édesapját is, most Ön vette át az elnökséget, és van egy lánya is, aki ezzel foglalatoskodik. Hogyan látja itt a történelmi borvidéket most Ön, mint megválasztott elnök? Én nagy potenciált látok a mátrai borvidékben, ugyanezt még a piacon nem mindig érezzük, mert úgy gondolom, hogy nincs helyén kezelve és értékelve az általunk termelt borok, de azt hiszem, hogy erre tudunk megoldásokat keresni és találni, hogy felzárkózzunk akár a szomszédos borvidék színvonalára is a megítélést tekintve. Most említette ezeket a jelenleg zajló dolgokat, uniós szabályozás, esetleg az infláció, nyilván rengeteg áramot is használnak. Ez a borok árában, a bornak az értékesítésében is megjelenik, hiszen az input költség rengeteg. Ezt hogyan tudják kompenzálni, vagy mit tudnak tenni ennek érdekében? Ez elég nehéz feladat, hiszen a borárak sajnos olyan mértékben nem tudtuk emelni, mint ahogy a költségeink emelkedtek, tehát bízunk benne, hogy ez egy átmeneti időszak, nyilván ésszerűsítjük a termelésünket, ahol lehet spórolunk, hogy a piacon tudjunk maradni. Itt most, amikor elnökségi választás van, mindig kérnek valamilyen információt a küldöttek. Nyilván volt is most egy összeállított stratégia, egy elképzelés, egy tervezet. Önnek mi volt? Igen, én 3 gondolatmenetre fűztem fel, amit legfontosabbnak látom, emellett nyilván rengeteg egyéb is van. Egy az információáramlás, hogy teremtsük meg azt, hogy ami információ eljut a hegyközségi tanácshoz, az eljusson a termelőkhöz is, úgy a borászokhoz, mint a szőlészekhez. A másik az a marketing munka, amit már az elődöm, a Kovács Zita nagyon szépen elindított, hogy kommunikáljuk, hogy mi kik is vagyunk itt a Mátrában, milyen borokat készítsünk. Nagyon jó kezdeményezés volt ez a Májmátra borokkal, amit én azt tervezem, hogy igenis ezt vigyük tovább, sőt bővítsük. Ami még nekem szívügyem, itt a hegyközségi szervezetnek a kissé kiüresedett állapotából kellene kirángatni nem csak a mátrai borvidéket, hanem úgy egyáltalán az egész rendszert, mert egyre több szabályozás, elvonás sújtja a hegyközségeket. Tulajdonképpen az a kevés kis pénzecske, ami marad a hegyközségeknél, az sok mindenre nem elég, ennél fogva nagy dolgokat nem tudunk végrehajtani. Az, hogy most kezdődik a Mátrai Bornapok, már ebben is jelentős szerepük van, illetőleg elkezdődik a munka. Most hogyan látják a szőlőültetvényeket itt a Mátra környékén, hiszen tavaly azért az asszály itt is megviselte az ültetvényeket? A fakadások szépen megindultak, ami kicsit félelmünk volt, hogy ugye az asszályt követően a vesszők nem annyira erőteljesek és életteliknek mutatkoztak, de most úgy tűnik, hogy ezzel különösebb probléma nem lesz. Ez az időjárás most nagyon kedvez a szőlő fejlődésének, mert azért nincs túl hideg, csapadék is van rendesen. Hát bízom benne, hogy ez végigkísér egészen a szüretig a szőlőt. Na jó időre azért vágyunk, de tavaly is úgy volt, hogy még május-júniusban ott gondolkodtunk, hogy jaj, vajon ezt a nagy termést majd hová fogjuk eltenni a pincénkben, és lám azért a természet tud okozni nagy meglepetéseket. Most bízunk benne, hogy a tavalyi kellemetlen meglepetés után most valami jót tartogat számunkra a természet. Egyelőre akkor úgy néz ki, hogy minden remek Igen. állapotban van. Mi egyébként a Mátra zászlós hajója
szőlőtermést illetően melyik szőlőfajta? Hát ezen szoktunk nem is vitatkozni, csak eltérően gondoljuk, mert minden borászatnak van inkább olyan bora, vagy olyan szőlőfajtája, amire ő esküszik. Ugye korábban volt a szürke barát, aztán itt próbálkoztunk az írsaival, mert az elég népszerű napjainkban. Én még így egy fajtát nem tudnék most megnevezni, de lehet, hogy nem ártana azért valamerre specializálódnunk, amivel talán jobban meg tudnánk ismertetni magunkat. 5-én volt a választás, és 15-én lesz majd a hivatalos beiktatás. Mi lesz majd az a munka, amivel kezdi az elnökségét, hiszen most felsorolta az elképzelés stratégiát. Nyilván van egy effektíve dolog is, amit majd bele kell vágni a fejszéjét. Igen, hát a tájékozódás természetesen, hogy azért a belső dolgok hogyan is működnek, hogyan is történtek. Igazán azt gondolom, hogy a legfontosabb az elmondott három közül az, hogy elkezdjük informálni a hegyközség tagjait, és én csapatmunkába gondolok dolgozni, de ez annyira széles csapatmunkába, hogy nagyon szívesen veszem a hegyközség, a Mátrai borvidéki hegyközség bármely tagjának a javaslatát, hogy mi az, amit jobbítsunk, merre induljunk, természetesen ezeket csokorba szedve is átgondolva, hogy mi is a legfontosabb most számunkra. Említettem az elején, hogy három generációs borász család, szőlés család, és a kedves lánya is már foglalkozik ezzel a tevékenységgel, lát arra esélyt, hogy esetleg egyszerű átvegye a stafétát. Elnökséget illetően van benne ilyen ambíció? Igen, azt gondolom, hogy egész impulzus éri a Nórit ahhoz, hogy e felé is tendáljon, ambíciói is vannak. Hát ez számunkra nagyon nagy öröm, ugye, hogy az apu is több ciklust is elnökként végig dolgozott, azt követően az Ita és most én. Hát mi azért szeretünk a saját kis házunk táján kívül is tevékenykedni, az erőinket, az energiáinkat, ha még marad, akkor azt a közjavára fordítani. És én azt hiszem, hogy a Nóriba is megvan ez az energia, amit talán a családon így végighúzódik. Kedves elnök asszony, én köszönöm, hogy itt volt, és engedje meg, hogy magam is a stábunk nevében is gratuláljak a megválasztásához. Jó munkát kívánok! Köszönöm szépen! Kedves nézőink pedig maradjanak velünk, folytatjuk a Lions Klubbal.